Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sikeres író, egyetemi tanár, akinek előadásait hatalmas érdeklődés kíséri. Dr. Bagdi Emőke tartott előadást március 4-én a zsúfolásig megtelt Bocska István Katolikus Gimnázium aulájában. Hatalmas érdeklődés előzte meg dr. Bagdi Emőke szerencsi látogatását, hiszen a Lelki Erőnlét Vitalitás Egészség című programra már hetekkel korábban elfogytak a belépőjegyek. Nem meglepő tehát, hogy zsúfolásig megtelt nézőtér fogadta városunkban a neves pszichológust. Felmerül a kérdés, mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés az előadásai iránt. Van egy olyan mély meggyőződésem, ugye minden a fejben dől el, ezért nagyon szolgálom is ezt a gondolatot, hogy ahhoz, hogy a pszichológiai műveltség magasabb legyen, ahhoz nagyon sokat kell tenni, mert nagyon rossz állapotban vagyunk. És ugye azt mondja az egészségpszichológia, egészségtudatosság, hát ha én tudom, hogy mit tehetek saját magam és szeretteim érdekében, akkor ha megmondják, hogy mit kell tennem, ha megtanítanak dolgokra, akkor én azt teszem, hát mindnyájan tesszük, mert tenni akarjuk, mert egészséges és boldog emberek akarunk lenni. Tehát missziója van a pszichológiának ma. Missziója van az életben. Én egy elhivatott tanár vagyok. Ez azt jelenti, hogy olyan képességekkel vagyok megáldva, hogy valahogy azt, amit tudok, azt úgy tudom átadni, hogy ahogy hiszek benne, azzal a meggyőző erővel. Bagdi Emőke úgy tartja, hogy talán azért is kedvelik az előadásait, mert a bonyolult összefüggéseket mindenki számára érthetően magyarázza el. Nem a népszerűség iránti vágy hajtja, inkább azt szeretné elérni, hogy az emberek odafigyeljenek a pszichológiára. A legintelligensebb emberek járnak pszichológushoz. Miért? Azért, mert tudják, hogyha megosztunk egymással valamit, ami nehézség, akkor megosztott teher, fél teher. Hát a közmondás is azt mondja, hát nem csak ilyen beszélgető terápiák vannak, hanem nagyon komoly belső átdolgozások. Kora gyerekkori sérelmeknek a mély lenyomatait tudjuk felszabadítani. Tudunk lelki takarításokat végezni. Ma mióta tudjuk, hogy a hordozott bűntudat, meg a bánat, meg olyan módon árt a testünknek, hogy megbetegítjük, hogy a daganatos betegségek kialakulásában például bizonyos olyan érzéseknek, érzelmeknek, amiket magunkba temettünk. Nagyon nagy szerepe van, mint amilyen az olyan érzelmek, mint hogy én haragszom valakire, hogy nem kérek bocsánatot, hogy nem követem meg, hogy engem nem követnek meg, holott durván megbántottak, és mindez úgy leülepedik. József Attilának van a Dunánál című versében az a néhány sor. Lerakódik, mint a guánó, keményen, vastagon, lelkünkre is így ül ez a kor. Na én ezt parafrázis átköltöm kicsit, és azt mondom, sejtjeinkre is így ül, mint az, amit behordunk magunkba. Azt takarítani kell. Mentális, higiéni, lelki takarítás, nagy szükségünk van rá. Előadásaiban sokszor beszél a hitről, de nem csak azért, mert édesapja református lelkész volt. Erősen hívő embernek tartja magát, és a hitet különleges emberi képességként is értékeli. Most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem nekem, neked mindnyájunknak van egy képessége, hogy tudnilik függetlenül a tényektől előrevetítünk valamit, aminek a bekövetkezésében meg vagyunk győződve. Ez a hit, hogy akkor is, ha bármi történik és a realitás, senki se tudja nyakon ragadni, hogy hogy lesz, mert nem tudjuk, hogy 10 év múlva élünk-e vagy sem. Na de hihetem, és ez a hit akkora erőt ad, tehát erről beszéltem imént, hogy a hit az elkezdi működtetni az izomzat. Tehát a reménységnek, és akkor ez, ha van is cél, mi a cél például? Hát én tényleg szeretnék 80 év fölé kerülni az életkoromban, de ilyen miért? Öncélúan? Imént mondtam, hogy csak öncélúan, ha nem lépem át a saját határaimat, hogy azt mondjam, kiérélek. Igen, azért tudom, kiérélek, a legkisebb unokámnak is szeretném az érettségiét megérni. És hogy ez lehet célokat tűzök, de kapcsolati célokat. Nem magamért, hanem valamit adok, valamit visszaadok abból, amit én kaptam. A tiszafüredi születésű Bagdi Emőke nem tudatosan készült a pszichológiai pályára. Nagyon szerette a verseket, a nagyapja költő volt. Sokat olvasott gyerekkorában, és irodalomtanár akart lenni.
latin tagozatait, Miskolcon érettségiztem. Ide jártam gimnáziumba, és magyar latin tanárnak készültem. De hát ugye akkoriban a származás szerinti megkülönböztetés nagyon erős volt, és hát ugye azt volt a felvételinél az elutasítás szempontja, hogy hogyan bízzák a jövő generáció nevelését arra, aki idealista nevelésben részesült, vagyis hogy ezt vinném tovább. Aztán akkor kényszerűségből gyógytornászképzőbe iratkoztam, mert oda felvettek még nagy szerencsére, és akkor hát egy szép korszak volt az életemben. Én gyógytornászként végeztem, 4 évig dolgoztam is, és közben egyetemre jelentkezkedtem, és abban az évben, amikor, hát ez történelem már, de 1963-ban, amikor a 7. pártkongresszus volt, és Kádár kimondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és a származás szerinti megkülönböztetéstől már eltekinthetünk, az évben felvettek a pszichológia. A professzor asszony rengeteg előadást tart, és közben klinikai pszichológusként rendel, terápiás munkát végez, tanít, utazik. A noteszom, ha belenézünk, akkor úgy van, hogy alig van rés, és mindegy teljesen egymáshoz fölzárkózva, és ez elég késő estig. És hogy este hát a 40 körüli levelet elolvasok, mindig megválaszolom a tőlem telhető módon, és egy héten legfeljebb egyszer bekapcsolom azért a televíziót, hogy ne legyek, a híreket nézem meg, hallgatom meg, hogy ne legyek túlságosan elmaradva. Rádiót úgy hallgatok, hogy útközben, ha megyek valahová, és akkor képben vagyok mégis, hogy mi történik a világban. És hát nagyon sok időben, ami csak szabad idő hétvégén vagy egyébként, nagyon sok időben vagyok jelen a családi életben, 5 unokám van, a legkisebb 9 éves, akivel együtt tanulok egy héten kétszer, szerdán és pénteken délután övé az időm, megyek és Gergővel tanulok, és akkor hát együtt is vagyunk, és ez olyan jó. Arról, hogyan tartja magát formában, azt mondja, hogy az inkább egy folyamat. A gondolat, ami megtestesül képzett formájában, a test pedig szolgálja mindezt, mert hogy minden a fejben dől el. Olyan bizonyítékaink vannak, hogy például az, hogy egy orvos-beteg kapcsolatban jó a kapcsolat, az olyan erőket közvetít, hogy például az agy saját maga gyógyszereket termel, amellé, ami esetleg az orvos által adott gyógyszer, egy jó emberi kapcsolat olyan fajta erőteret teremt két ember között, amiben mind a kettő jó jár épül, mert az agy olyan módon viszonyul ezekhez a helyzetekhez, hogy pozitív és vitális energiákat fokozó hormonokat termel. Erre érdemes odafigyelni. Könyvek, szakmai munkák ékes bizonyítékai szaktudásának, hírnevének és népszerűségének. Jelenleg is új írásán dolgozik, amit várhatóan karácsonyra fog befejezni. Azokat a művészeti munkáimat, művészetpszichológiai munkáimat rendezi össze, amiket hát nagyon sok éven át nagy gonddal hát dolgoztam ki, és tanulmányokat írtam, meg testszimbolikáról, a testnek az egyes testrészekkel kapcsolatos szimbolikus jelentés felhő, és hogy mit jelent az, hogy az embernek a szíve, vagy a mája, vagy a más testrésze megbetegszik ahhoz, milyen fajta képzetek és milyen fantasztikus jelentés holdudvar csatlakozik. Összegyűjtöttem, és így tényleg érdekes, mert hogy csak egy példát mondok, az, hogy a szaglás, az orr és a szaglás, hogy ennek micsoda fantasztikus a szimbolikus háttérvilága. Szóval testünk szimbólumai ebből, tehát 3 részből áll a könyvem, amit csinálok, és ugye most még írok is hozzá ugye frissen fejezeteket. A 3. rész pedig azzal foglalkozik, hogy a képek, a média hatása, ami állandóan ömlik ránk, ugye tulajdonképpen kényszerülünk látni, mert napközben nem csukjuk be a szemünket, a fülünknek záróizma sincsen, szóval becsukni se tudnánk, ha akarnánk. Tehát, hogy ránk zuhannak az információk, és hogy ezek milyen módon, milyen hatást tesznek a mi lelkünkre, és hogyan. Az előadásaira mindig lelkiismeretesen felkészülten érkezik. Amikor összeállítja a prezentációt, elmondása szerint mindig új vázlatot készít. A hallgatóságot tiszteli meg azzal, hogy soha ugyanúgy ugyanazt nem mondja el. Azt mondta a Mérei Ferenc, az én mesterem, ha egyszer már hiányzik belőled ez a feszültség, akkor hagyd abba. És nagyon igaza volt. Mert ez az, ami inspirál. Ott állnak az emberek, várnak valamit, én meg a szívem tenném ki. Legszélesebben nekem kicsit nehéz, hosszú előadásokat tartok, nehéz befejeznem.